idén módosított TRESZ szabályok szerint a következő kötelező felszereléseknek kell egy kerékpárról lennie. Első, illetve hátsó lámpa minimum 150 méterről látszódjon éjszaka tiszta időben, illetve egy első és egy hátsó fény visszaverő, ez a macskaszem vagy prizma. Ezeket a modern lámpákban már beépítik, tehát nem kell, ebben az esetben nem kell külön felszerelni rá, de amennyiben úgynevezett elemes villogónk vagy lámpánk van, akkor lehet feltenni előre ezt a fehér színűt, illetve hátra pedig egy pirosak. A hangjelző berendezés is változott, illetve hát annak a szabálya, a csengő. Eddig elfogadtak mindent, ami csattogott, dudált, kürtölt, most már csak és kizárólag csengő a hangot adhat ki ez a csengő, gyakorlatilag az is a szerepe. A Kressz előír még a fékberendezésre viszonylag komoly szabály van. Egymástól függetlenül működő első és hátsó féknek kell a kerékpáron lennie, ami nedves időben is biztonságosan megállítja a biciklit. Szintén egy fontos szabály az úgynevezett fényvisszerő mellény vagy ruházat. Itt okvetlenül meg kell jegyezni, hogy nem csak kizárólag a mellény elfogadott, hanem bármi olyan ruházat, ami megfelelő fényvisszaverővel van ellátva. Ugyan nem minden esetben ajánlott a bukós isek vagy a kerékpáros fejvédő, csak hogyha 50 km-es sebességnél gyorsabban halad a kerékpáros, de ez a legajánlottabb felszerelés, ami egy kerékpároshoz mindenképpen kell. Nagyon fontos az egy bukósisak választásánál, hogy európai engedéllyel, illetve magyarországi forgalmazási engedéllyel rendelkezzen, tehát minőségteszten menjen át. Ez minden bukósisakon egy CE matrica vagy egy jelzés mutatja, hogy ez megfelelő minőség. Miután leellenőriztük a kerékpárunkat, hogy megfelel-e a közlekedésre, nézzük meg az alapvető szabályokat, ami a kerékpárosokra vonatkozik. Kerékpárral, kerékpárúton vagy kerékpársávon kell közlekednünk. Amennyiben kerékpárút vagy kerékpársáv nincs az úttest mellett, az úttest menetirány szerinti jobb oldalán lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekednünk. Ha az út mellett gyalog és kerékpárút van, a kerékpárosoknak a kerékpárosok részére kijelölt helyen kell közlekedniük. Nap mint nap találkozunk azzal a szabálytalan magatartással, amikor a kerékpáros nem száll le a kijelölt gyalog átkelő helynél, hanem azon átkerékpározik, ezzel saját magát is baleset veszélyes helyzetbe sodorja. Útkereszteződésben vagy tilos jelzésnél, ha forgalmi okból áll a kocsisor, a kerékpáros az úttest jobb szélén a járművek mellett jobbról előre haladhat, de ez csak abban az esetben teheti meg, hogyha elegendő hely áll rendelkezésére, illetve a kanyarodó járműveket nem akadályozza. A járművezetőknek fokozottan figyelniük kell arra, hogy amennyiben kerékpárutat kereszteznek, és a kerékpárúton haladó kerékpárosnak nincs elsőbbsége szabályzó jelző táblája, ebben az esetben a kerékpárosnak elsőbbsége van. A járművezetőknek fel kell ismerni azokat a helyzeteket, amikor a hibás közúti jelzés nem hívja fel a figyelmet a keresztező kerékpárúton haladó elsőbbségére. Ha az út mellett kerékpárutat vagy kerékpár és gyalogutat jelöltek ki, a kerékpárosnak az úttesten kerékpározni tilos, kivéve egy esetet, amikor mellékútvonalon a kerékpárút mellett az útteste kerékpáros nyomot jelöltek ki, de ilyen hely városunkban nem található.